Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Tisztelettel köszöntjük olvasóinkat, visszatért multidéző csapatunk a Kisalföldnek a stúdiójába. Ezúttal is állandó vendégeink Csobainé, Pintér Éva és Bicó Zalán itt vannak velünk. És hát egy olyan témával készültünk, amihez bizonyosan mindenkinek van köze, mert hát mindenki járt iskolában. Mi úgy gondoltuk, hogy Győrnek az oktatása szerencsére kellően sokszínű, talán túlságosan nagy falat is lenne, hogyha Ovitól mennénk az egyetemig, úgyhogy mi az általános iskolákat néztük ki magunknak erre a mostani beszélgetésre, és hát adja magát az első kérdés, hogy ki melyik általános iskolában tanult. Én nagyon röviden megteszem az első tétet, én Radnót is voltam, ugye ez Győrnek a belvárosában az egyik legrégebbi iskola. Pont idén volt a 120. alapításának a 120. jubileuma az iskolának, ahol egyébként ott voltam ezen az ünnepségen, és ez egy nagyon érdekes gondolat volt, hogy Kanadát ezt egy bő 150 éve alapították ugye a tengeren túlon. A mi Radnóti iskolánk az meg nem sokkal fiatalabb, mint egy olyan hatalmas gazdasági nagyhatalom, mint Kanada. De ennyi intro után, Éva, te hol tanultál? Én is egy olyan iskolát fogok említeni, aminek a története szerintem érdekes és múlt időbe tehető, noha nem volt régi iskola azokhoz képest, amiket egykori egyházi iskolát alakulása után általános iskolává vált iskolaként emlegethetünk, például akár az orsóitáknak a múltjára visszatekintve, vagy a Kálvária úti iskolának a múltjára visszatekintve. Én Nádorváros legelső általános iskolájába jártam, a Szabolcska utcában nyílt meg 1970-ben az Adi iskola, ami hát akkor egy nagyon kiemelkedő iskola volt, nagyon sok újdonságot jelentett, szerintem nekünk gyerekeknek is, de mi nem tudtuk, hogy ez mennyi újdonság akkoriban. Ha visszagondolok, ugye a tanévek számára, ugye én 72-ben voltam első osztályos, és nem tudok teljesen pontosan visszaemlékezni, hogy első vagy második osztályos voltam akkor, amikor a mi iskolánkban próbálták ki legelőször a szabad szombatot. Úgyhogy ez akkor nagyon nagy szám volt, persze mi nagyon örültünk neki, hogy ilyen kitüntetettek vagyunk, hogy már mindjárt egy napot le lehet spórolni az iskolából, de ez abszolút kísérletnek indult. Nem szerveztetek diáktüntetést, hogy szombaton iskolába. Egyébként jó helyen kérdezem, mert én például nagyon szerettem iskolába járni, és nagyon sok mindent elfelejtek, ami így a múltban történik, már úgy érzem, de határozottan emlékszem az első iskolai napra, az első tanítónéninkre, meg nagyon sok emléket őrzök. Tehát én biztos vagyok benne, hogy az emberek életében nagyon meghatározó, hogy milyen általános iskolába járnak. És ezt még azért is göngyölíteném tovább, mert pont a mi iskolánkban két nagyon érdekes dolog történt, mikor elsősök voltunk. Az egyik, hogy kipróbáltak egy úgynevezett Lénárt-féle matematikát a mi osztályunkban, ami az ilyen kombinatórikán alapuló, nagyon érdekes dolog volt. Ráadásul számunkra teljesen érthetetlen módon, hát azt hittük, hogy játszhatunk, faépítő kockákkal dolgoztunk, és a logikai készségünket, a térlátásunkat, nagyon sok mindent ezzel fejlesztettek, hát erről órákig tudnék mesélni, úgyhogy nem is vágok bele. A másik érdekes... Meséljél csak, ez tényleg érdekes. Ez nagyon érdekes volt. 50 évvel ezelőtt gyakorlatilag egy teljesen új pedagógiai irányt élesben teszteltek. És azt gondolom, hogy nagyon megtornáztatta az agyunkat, hiszen nagyon különböző képességű gyerekek voltunk mi az osztályban, de egy biztos volt, hogy utána a matek nagyon jól ment mindenkinek, és még utána, amikor gimnazisták lettünk, is olyan osztályokba kerültünk, ahol ez nem okozott gondot. Én emlékszem, hogy bár tök más pályára kerültem, de matematika faktos voltam, mert az nekünk nagyon könnyen ment.
én arra emlékszem, hogy faépítő kockákhoz kaptunk ilyen kis tervrajzokat, felülnézetből, oldalnézetből, és meg kellett építeni azt, amit látunk, elég bonyolult elemekből, és aztán ezt időre kellett megtennünk, sőt, megvoltak a sorfelelősök, vagy oszlopfelelősök, akiknek le kellett ellenőrizni az egész oszlopban, hogy ki milyen hibát követett el, és azt korrigálni kellett, és mindig mindent nagyon gyorsan vártak el tőlünk. Úgyhogy ez nagyon izgalmas volt. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik dolog az az volt, hogy az Ady iskola működés az a Móra megnyitása előtt történt, és a Móra iskolába összeválogatták azokat a tehetséges elsősöket, akik aztán ott a testnevelési tagozaton kezdtek el tanulni. Úgyhogy nekem is volt számos olyan osztálytársam, aki még első osztályba velünk tanult, majd utána ott a sportosztályba tornászként folytatta később a pályáját. Zolán, azt tudom, hogy te is kazincis voltál, viszont hát nagyon sok mindenről beszélgetünk, egyébként nem csak itt a podcastek során, hanem hát azért mondhatjuk, hogy mi már jó 15-20 éve ismerjük egymást, de ezt például nem tudom, hogy melyik általános iskolában tanultál. Mindjárt megmondom, csak előtte az évvel... Kitaláljuk? Nem, csak két-három mondatot szeretnék, mert reflektálok az évára. Én kérlek szépen, nem az Ady iskolában, hanem az Ady óvodában cseperedtem fel, ami az Ady iskolával együtt egy épület több van, és nekem a nővérem az Ady iskolába járt, és sokszor még átnézegettem a 70-es évek közepén vége felé, a nővérem iskolás volt, én meg óvodás, és én még arra is emlékszem nagyon halványan, hogy voltak lakásóvodák, és a nővérem még az Ady volt a felszabadás után a mai Szigeti Attila úton, még ilyen jellegű volt, hogy nem épültek meg még az iskola, meg az óvoda, a jellegzetes, ma is látható épület több, hanem kinyitottak egy lakást, és mellette is volt egy lakás, és egyben nyitották, és egy nagyobb lakásban voltak az óvodások elhelyezve. Tehát én így ebben tudok csatlakozni. A második csatlakozásom, hogy én 81-ben kezdtem az iskolát, és nálunk még, ha jól emlékszem, inkább egy, de lehet, hogy két évig szombaton is járni kellett iskolába. Ha jól tudom, lehet, hogy csak minden második héten volt a szombati tanítás. Ezt csomagoljuk már ki a mai fiataloknak, mert szerintem ezt nem teljesen értik, ezt a szabad szombatot, tehát hogy ugye itt egészen pontosan arról volt szó, hogy valaha úgy nézett ki a magyar oktatás, hogy egy hét az nem 5 napból állt, hanem 6 napból, és szombaton is ugyanúgy tanultak a diákok, mint mondjuk egy átlag kedv, és ráadásul egyébként ezek, amennyire tudom, én ebben amúgy már nem voltam bent, de hogy a szombati napok azok semmivel sem voltak rövidebbek, mint a hétköznapok, illetve az ugye még nagyon érdekes dolog, hogy napjainkban is egyébként van erre példa a pannonhalmi bencés gimnáziumban, mert hogy ott a gyerekek a mai napig 6 napon át tanulnak, és neki kvázi csak a vasárnap van. Bencéseknél is így volt az 50-es, 60-as, 70-es években, talán egy 10 éve változott ez meg, hogy a szombati napokon nem kell már iskolába, vagy kell iskolába menniük, meg belekeveredtem most. A harmadik dolog, amiben az Évához tudok csatlakozni, a Móra iskolát emlegette, és a Móra iskolának most olvastam a hírekbe, hogy most 50 éves, tehát készülnek kiadvánnyal, külön konferenciával, tehát az iskola történet az együtt van velünk, mindenkit érdekel a saját iskolának a története, meg a mondjuk a ismerősének a története, hogy hova járt. Na és most elárulom, akkor én a zöld iskolában voltam 8 évig, 81-ben indult az iskola, és én ott kiselsősként végigjártam. Ott laktunk mellett, tehát akkor mi... Segíts egy kicsit, hogy melyik ez volt. Ez a Heszki Erzsébet általános iskola, majd művelődési központ lett, és most pedig a Kovács Margit iskola. Úgy van, tehát és ez a Marcalváros. Ez Győr Marcalvárosban van, és... Ez lett volna egyébként a tippem, csak így adás előtt pont erről beszélgettünk, hogy már nem egyszer bakisztam ilyen olyan témákban, és pont mivel erről beszélgettünk, így nem mertem ezt így kibökni, de ezek szerint itt jó lett volna a tipp. 84-ben egy ilyen rajztagozatos
formáció indult, osztályok indultak, és ha jól emlékszem, 92-től már ilyen kézműves szakmunkás képző is. Hát gyakorlatilag ez a mai napig egy művészképző iskola. Igen. És ami érdekes, hogy a lakótelepiskolákat ugyanolyan típusú épületekből építették fel, és ezek színek szerint voltak. Igen, hát ugye a Barna iskola, a néhai Jókai iskola, az gyakorlatilag ugyanúgy nézett ki. Az a Maxim Gorki iskola volt, 80-ban adták át, 81-ben a zöld iskola, kicsit visszalépve 78-ban volt a piros iskola, az Ortuta iskola, akkor indult meg, és akkor a kék iskola pedig 50 éve indult. Kék iskola a Fekete István iskola, ugye? Adi városban. Igen, Éva? A Kovács Margit iskola kapcsán, ahol a művészetek így szóba kerültek, még hadd kanyarodjak csak egy gondolat erejéig vissza az Adi iskolára, hogy ugye az Adi iskola elvesztette az általános iskolai működési szerepét, és speciális iskola lett. Már az iskolai találkozókat mi sem ott tudtuk szervezni, amikor erre neki indultunk, viszont megdobbant a szívem, amikor 2002-ben a Nemzeti Színháznak a Csillár szintjén megláttam Bardóc Barnának az alkotását, ami ugye az Adi címet viselte, és az iskolánk aulájába helyezték el 1977-ben. Tehát, hogy ez egy olyan szép, de olyan kicsit úgy összeugrott az ember gyomra, mert az iskolában még és csak izgalommal ment az ember, a színházba meg nem, de hogy milyen jó, hogy ez oda került, és hogy tulajdonképpen milyen szép, hogy az iskolánk aulájában, ami egy lakótelepi iskola volt, egy ilyen szép alkotás kerülhetett. És a mai napig megvan. Mai napig ott van a Csillár szinten. És meddig működött egyébként ez hát az iskola? Ezt őszintén szólva nem tudom most így teljesen pontosan megmondani, mert időközben én is voltam Budapesten, és azért voltam így kikerült a látóteremből, hogy vajon mi meddig tartott, vagy hogy fejeződött be, de hát a 2000-es években már biztos, hogy speciális iskola volt. Olyan szempontból azért mondjuk nem teljesen búskomora történet, nem, megvan. Hogy az iskolád az ugye a mai napig megvan, oktatási... Így van. Hát egy furcsaság van. Ményként funkcionál. Hogy amikor elsétálok mellette, akkor úgy érzem, mintha törpe lennék, mert az összes fa úgy megnőtt már a környéken. Ugye a lakótelep akkor épült, 69-ben adták át az első 10 emeletest, éppen az iskola mellett mi oda költöztünk. És ha ránézünk régi Győr fotókra, akkor nagy pusztaságban látjuk a felemelkedő emeletes épületeket, növényzet alig. Viszont ha ma ugyanezen a környéken járok, akkor úgy érzem, hogy úristen, összementem, mert hogy minden olyan más lett. Egyébként kicsit kezdenék ezzel a mondattal elkanyarodni, de amúgy én úgy tudom, hogy az első paneltömböket a Szabolcska utcában alakították ki Győrben, tehát hogy valószínűleg ez, hogy ilyen hatalmas nagynak érzed a fákat, ez innen is fakad meg, hogy ez volt az első ilyen típusú lakóutca. No, de visszakanyarodva az oktatáshoz, hogy kicsit egyébként ilyen igazságtalan dolga azt gondolom az életünknek, hogy a jót azt mindig könnyen megszokjuk, és ami jól működik, azon így könnyen átsiklik az ember. Mind a hárman lokálpatrióták vagyunk, de azért szerintem azt ki lehet jelenteni, hogy a győri oktatás az gyakorlatilag hosszú-hosszú évszázadok óta, illetve napjainkban is évtizedek óta is nagyon komoly hagyománnyal és legfőképpen eredményekkel bír. Tehát azért ez nem véletlen, hogy mondjuk ugye hazánknak a két legjobb, vagy hát a legjobb gimnáziumai között két győri intézmény is, a Révai és a Kazinc is benn van, mert hogy egyébként olyan képességű diákok kerülnek ki az általános iskolákból, akik ezt a színvonalat tudják tartani évről évre. Szerintetek melyek azok az általános iskolák, amelyek nagyon komoly hatást gyakoroltak Győrnek a oktatásában? Ráadásul milyen fontos az általános iskola, hogy ott tanulják meg a betűvetés a gyerekek, tehát az alapokat ott kapják meg, tehát ez egy, főleg az alsó tagozat, de a felső tagozat is nyilván, és ők készítik fel
a gimnázium, vagy a szakközépiskolai tanulmányokra a diákokat. Hát itt több jelentős iskoláról is van szó. Van például rögtön a Balázshoz csatlakozva szeretett iskolája, Radnóti iskola, amit az első számú polgári fiúiskolának neveztek réges-rég, hát ahogyan mondtad, 1903-ban alapították meg, és rögtön én mindig azt vizsgáltam, hogy amikor megtudtam ezt a témát, hogy ezen egy kicsit átgondoljam, hogy kik voltak az alapítói, vagy kik vezették ezeket. Mert mindig az adott iskolának igazából a nagy meghatározói az igazgatók, akik egy stílust, vagy egy hozzáállást megmutatnak az iskola, és formálják az iskolát, és jelentős volt például a Radnóti iskolában a Nánai András, ő volt az alapító igazgató, ő például a tankönyveket írt, ilyen természettani tankönyveket, valamint foglalkozott a csillagászati földrajzzal, ezek mind megjelentek a korabeli nyomdák. Megnéztem, és ott ezek tankönyvként szerepeltek. Valamint az ásványtannal is foglalkozott, sajnos ő rövid ideig élt 1914-ben, tragikusan fiatal, 41 évesen meghalt. Egyébként utána következett egy Metzing Lajos nevezett, ő is egy tudós ember volt, aki például 1921-től szakfelügyelő volt az egész Veszprém vármegyébe, Fehér vármegyében a természeti rajz. Szavadat ne feledd, Zalán, csak ez, amikor mondtad, hogy a Radnótinak az alapító igazgatója milyen jó volt a földrajz tudományokban és ásványtan, napjainkban, és ez egy nagyon érdekes dolog, van egy tanár úr a Radnótiban, aki olyan szinten van az ásványoknak a vizsgálatában, hogy például nem egyszer meghívást kapott az Egyesült Államokba, Houstonba, a NASA-nak a központjába, tehát hogy eltelt gyakorlatilag több mint egy évszázad, és hogy ami a kezdetek kezdetén nagy előny volt, ez most is megvan, de vissza is adom a szót, hát ha itt egykori iskolámról még szépeket mondanám. Nánai András pontosan ásványtani kézikönyvet is megjelentetett. Utána 1914-től 1933-ig egy Metzing Lajos nevű úr volt, aki Kismartonban volt iskolaigazgató, majd rövid ideig Körmendre került, és 14-től volt az igazgató, 21-től pedig egy komoly munkát látott el, amellett, hogy iskolaigazgató volt, még az egész Észak-Nyugat-Dunántúlnak a szakfelügyelője is volt. Ami számomra kedves, hogy egy rövid ideig, a 1907-ben meghalt a Kautz Gusztáv, és Kautz Gusztáv utcának nevezték el az iskolát, és egy idő után már más lett a neve. Tehát őről is érdemes lenne majd megemlékezni valami más podcastben, a gimnáziumokról, meg a felsőoktatásról, főleg a jogakadémiáról. De ezt külön így kiedzeteltem magamnak, hogy a Kautz Gusztávról beszélek. És akkor ott volt a második számú polgári fiúiskola, ott pedig ez a Gárdonyi Gézáról nevezték el. 21-ben indult az iskola, de 24-ben nevezték el Gárdonyi Gézáról, és egy Brassó környéki Zeisler Konrád nevű úr vette át az iskola igazgatását. Ő alapította, ő formálta, és ő egy Erdély menekült tanár volt. Én foglalkoztam a két gimnáziummal, a főreál iskolával, a mostani Révai gimnáziummal, mint a lány gimnáziummal, volt a Ponyi Kazinczy Ferenc gimnáziumban. Ott is voltak menekült, úgynevezett menekült státuszban tanárok. Tehát ugye amikor az új határok kialakultak, akkor az értelmiségiek jöttek át, és aki tudott, a kis Magyarországon próbált meg boldogulni. Mit kérdezzünk Évától? Én mert ugye itt fiúiskolákról volt szó, és én pedig mikor átgondoltam, hogy vajon melyik iskolákat említsük meg, hát persze az embernek egy kicsit húz ide-oda a szíve, és azt a múltat is szeretném egy picit megemlíteni, ami az egyház szerepét határozta meg a régi időkben, és nyilván az államosítás után átalakult számos iskola, és én itt két dolgot említenék. Az egyik az a Kálvária úti általános iskola elődjeként, ugye 1872-ben árvaházként létrehozott épület, ahol aztán később
a Nádorvárosi Katolikus Elemi Leányiskola kezdte meg a működését, és itt volt az 1925-ben létrejött polgári lányiskola, és ha lányiskolákról van szó, akkor nyilván az orsolyiták is az eszünkbe jutnak, hiszen az orsolyitáknak azért különleges a szerepe itt a városunkban, mert Magyarország első orsolyit alapítású intézménye a győri, ami 1726-ban kezdte meg a működését. És nagyon érdekes, hogy az egyházi iskolák egészen az államosításig több iskola típust működtettek, mire aztán az orsolyiták 1948-tól, mint orsolyita iskola megszűntek. És hát persze itt is családi vonatkozásunk, az anyukám oda járt kisgyerekként, de ugyanide járt Blaha Lujza és Jászai Mari is. Tehát ugye nekem mindig az a dolog forog a fejembe, hogy amikor sétálunk, és az embereknek érdekes sztorikat mesélünk el, hogy bizony fölkapják a fejüket, hogy Kölesi Lujzika és Jászai Mari osztálytársak voltak, és hogy végülis mindegyiknek viszonylag nehéz sorsa volt abban az időben, amikor ide jártak elemi iskolába. És mit mesélt édesanyád, hogy egy ilyen lányiskolában milyen volt az oktatás? Egyáltalán szerintem ott a nevelés is nagyon, nagyon egyedi volt. Hát még korábban úgy képzeld el, hogy még az anyukám nagynénje is oda járt, aki egész más korosztály volt, és még hintóval vitték oda az előbbkelő lányok családjából a lánygyerekeket, akik ott például kézimunkázást tanultak, varrást tanultak, hát négy elemit végeztek, de abban a nőcis dolgok voltak, nem az általános műveltség volt csak kiemelve, hanem kifejezetten ezt. Az anyukám viszont azt az időt említette, amikor jöttek ezek az 50-es évek bonyodalmai, és hát hogy kellett bizonyos esetekbe eltűnni, esetleg a papbácsi háta mögött, ha ellenőrzések voltak, úgyhogy mindenkor más problémát hozott, elmesélte, hogy mentek be a kápolnába még egy picit imádkozni, meg szól egy más milliót, amit ma már talán így Szabó Magda regényeiből tudunk fölidézni. Pont ezt hiszed, vagy nem, de nekem is a Szabó Magda könyv. Igaz, hogy ugye ő debreceni volt, de nagyon ez a világ. Ez a világ, ez a kor, ezek a problémák, vagy hát ez vette körül akkor őket, igen. És azt érdemes megemlíteni, hogy például a Horthy korszakban minden a revízió körül forgott. És ez megjelenik a Gárdonyi Géza iskolában, hatalmas freskón is. Egyrészt a magyar múltnak a történeti megismertetése a diákoknak. Itt a legjelentősebb emberek, ugye a Szent László, akkor a Szent István, Széchenyi István, Mátyás király, szép nagy tablon, és még sorolhatnám, a legfontosabb emberek tablon fenn vannak, úgy kell elképzelni, hogy faltól falig több méteres hatalmas festmény, úgynevezett freskónak is lehetne mondani. Ez Pandúr József győri festőművész, valamint Schutz Bak és Borsa Antalnak a közös munkája. Ilyen magyaros motívumokkal ellátott, historizáló freskóról van szó, valamint van mellette ami cserkészfiúk vannak, és a cserkészfiúk még a magyar oldalon átnéznek Pozsonyvárára. És ugye ez is jelképezi azt, hogy hát igen, ez nem tartott örökké. Minden a nem soha jelképével van felszerelve abban az iskolában, de érdekesség, utána néztem, hogy a akkori városi előjáróság nem engedte meg a Horthy Miklósnak a mellszobrát kirakni, valamint az építtetőknek a nevét így feliratni. Tehát érdekes módon azt úgy megengedte, ez csak tényleg egy ilyen izgalmas résznek tűnik. Valamint érdemes, ha már a művészetről beszélünk, akkor kicsit elugrom most Réfaluba, ugye? És Réfaluban 1905-től ugye Győr része, és 1911. szeptemberben már egy új iskolában járhattak, ugye? Nagyon közel a mostani belvároshoz, az úgynevezett tulipános iskola. A tulipános iskola... Minek egyébként a mai napig ez a neve. Legalábbis a közbeszédben mindenképpen. A közbeszédben ez a neve, több neve is volt. A lényeg most az, hogy egy nagyon szép, pár éve felújították, egy nagyon szép, ilyen magyaros stílusban épült szecessziós épület. És ez Lechnerődön és Jenőnek a hatásait mutatja, és győri építőmesterek építették fel, a Kádár Jenő és a Barca Dániel. Most ez azért tudom jobban, mert most nagyon sokat foglalkoztam ilyen műszaki mérnökséggel Győrben, építőmesterekkel, és erre külön fókuszáltam, hogy kik azok, akik ilyen gyönyörű, szép épületet
abba örömbe menni, öröm ránézni, az ember minden nap megy a munkába. Itt a nagy alkalom, Zalán, hogy elmondd azt, hogy nem véletlenül kutattad ezt sokat, mert hogy a mérnök könyved az hamarosan jelenik. Igen, novemberben a könyvszalomban 450 mérnökről van szó, és itt is mindig figyeltem arra, hogy mondjuk a Gárdonyi Géza iskolát a Latkis Lichter Lajos és fia építették. Tehát így azért most így bennem van ez, hogy ezeket a neveket így megörökítsem, ha már itt el is mondhatom, annak még jobban örülök. Éva? Építészethez kapcsolódok, és egy újabb korba és egy újabb városrészbe vinnélek benneteket, méghozzá a gyárvárosi lakótelep, amit ugye Fiala Géza tervezett meg, és a kis győri Vekerle telepként szoktuk emlegetni, ott pedig a Madács utcába, ahol óvodaként nyílt meg az az épület, ahova aztán később, nem az iskola működésének a kezdetekor, de végül is a Forrás Waldorf általános iskola költözött, azóta sok idő telt el, hiszen az iskola 1990-ben nyílt meg Győrben. Ugye sokan sokféleképpen ismerik vagy ítélik meg a Waldorf iskolát és a Waldorf mozgalmat, de azért érdemes arra gondolnunk, hogy az első Waldorf iskola már több mint 100 éve jött létre Stuttgartban, és azóta a világ minden kontinensén ott van, 80 országban működik Waldorf iskola, és itt a városunkban is kinőtte magát, de az első idők ugye egyrészt a lakótelephez és a Zöld utcához kötődnek, másrészt már egy kicsit családiasabb környezetbe, pont a gyárvárosi munkás negyedhez, és ehhez az egyébként helyi értékű műemléképülethez, ami szintén nagyon különleges a Madács utcában. Hát ez is egyébként milyen érdekes, hogy tényleg, ha kimondod a Waldorf iskolának a nevét, ezt sokszor olyan érzése van az embereknek, hogy ez még mindig egy új dolog, pedig hát eltelt több mint 3 évtized, és azóta egy működő intézmény, és az, bár hozzáteszem, hogy nyilván valamilyen szinten ismerem a Waldorfnak az elveit, de mélyen nem ismerem, de az biztos, hogy színesíti Győrnek az oktatását. Mit ad egyébként a diákoknak? Mitől különleges ez a módszer? Hát nagyon érdekes erről beszélni nekem, hiszen ugye egyetlen gyermekem végigjárta a Waldorf óvodát, általános iskolát és a gimnáziumot úgy, hogy mi szülőként először nem mertük Waldorf óvodába adni Danit, mert nem tudtuk, hogy mit jelent ez a képzési rend, akkor gimnázium nem is volt, és tudtuk, hogy ez nem pontosan illeszkedik a megszokott oktatási rendhez, hanem más. De hogy mit ad, ugye lehet, hogy nem én vagyok a leghitelesebb, hogy ezt elmondjam, én kívülről néztem, de azt gondolom, hogy Vekerdi Tamás, aki mellé állt a témának szakemberként, és elmondta, hogy kinek ajánlja az iskolát, és kinek nem, talán azt kell kiemelnünk, hogy abszolút gyerekcentrikus, és a gyerekeket úgy próbálja kezelni, hogy mindenkinek legyen arra lehetősége, hogy sok területtel ismerkedik meg, és kiderüljön, hogy ő miben lehet majd igazán jó, rengeteg tapasztalatot szerezzen ebbe, és elmélyítsa a tudását, nem a lexikális tudás begyűjtése az első, ezt az idők során már így a gimnázium idejére fókuszálják szerintem, hanem a legfontosabb az, hogy a világban megtalálják a helyüket, megismerjék a világot, tudjanak véleményt formálni, merjenek kiállni, merjenek szerepelni, és hát a művészeteket nagyon fontos megemlíteni, illetve azt a filozófiát, ami egy kicsit távolabb esik innen, hiszen a hazája Dornákban van, a központja Dornákban van az antropozófiának, bár az antropozófia képviselője Rudolf Steiner magyarországi területen született, és amikor organikus építészetről beszélünk, vagy antropozófus gyógyászatról, vagy biodinamikus mezőgazdaságról, akkor szintén ezekhez a gyökerekhez nyúlunk tulajdonképpen, ami az oktatásban a Waldorf iskolákban és óvodákban jelenik meg. Hát milyen érdekes, hogy közben egyébként megint elreppent az idő, és 28 perc felett járunk, tehát lassan búcsúzni kényszerülünk, de az milyen érdekes egyébként, hogy ugye onnan indultunk, hogy az Adi iskolában egy nagyon, nagyon érdekes
matematikai kísérletnek voltál a részese, ahol szintén egyébként a gyerek volt középpontban, legyen egyéni látásmódja, és ezzel zárjuk, hogy a Waldorfnak is, még lehet, hogy más úton is jutnak el oda, de hasonló fő elve van. És hát azzal búcsúzunk olvasóinktól, hogy úgy tűnik, hogy itt a győri oktatás az egy kincses bánya, egy olyan arany bánya, amit biztos, hogy nem merítettünk ki. Hisz például mondjuk a tanár egyéniségekről egy-két nevet megemlítettünk, de azt gondolom, hogy mélyen nem mentünk ebbe bele, úgyhogy valószínűleg ezt az aktát fel fogjuk még lapozni. Zalán, tiéd lesz a végszó, mert látom, igen, hogy szeretnél mindenképp még mondani két, valamit. Két nevet, de ugye többet is lehetne, csak most az idő. Két nevet szeretnék még mondani. A Tulipáns iskolának az alapító vezetője volt az Újlaki Géza, aki amellett, hogy iskolaigazgató volt, a Győrvidéki Tanítóegyletnek a vezetője, a Kisfaludi Irodalmi Kör alapítója volt, és ami érdekesség, hogy neki az unokája az Újlaki Dénes, a Katona József Színháznak a színésze, valamint a Kölcsei, most pedig régebben a Szent Imre Hercegúti iskola, ami ugye a Szent Imre templom mellett van, de ugye a Szent Imre, a Szabados Jánosról van szó, ő volt az alapító igazgató, ő a Szent Kamillus Egyházközségben vetette fel annak a szükségességét, hogy a Nádorvárosban legyen egy templom, és ő mint iskolaigazgató helyet is adott egy kis kápolnának, a Szent Imre Hercegúti iskola 29-ben épült, és ott volt egy kis szükségkápolna, püspöki engedéllyel, és akkor később 43-ban, mint az egyházközség világi elnöke is, a Szent Imre templomban jelen lehetett az Apor Vilmos püspök úrnak a templom szentelésén. Tehát együttműködött ez a régi 29-ben alapított iskola, meg a templom, a építés története. De egyébként ez olyan jó, hogy itt jelentkeztél a végszóhoz, mert adás közben, amikor láttam, hogy szaladnak a percek, lelkiismeret furdalásom volt, hogy a Kölcseiről egy szót nem szóltuk, holott egyébként ez tényleg egy nagyon jó műhely, nem azért, mert mi annak gondoljuk, hanem a különböző kompetencia mérések is ezt feketén-fehéren hosszú évek óta mutatják, úgyhogy így azért a bő fél óránkban belefért a Kölcsei is, most viszont már tényleg búcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmet, és hát visszatérünk, nem maradnak olvasóink múltidézés nélkül. Viszont hallásra! Kisalföld Podcast. Hírek helyben, azonnal!